Ezúttal a legendás labdarúgók, sport- és városvezetők, politikusok azért jöttek a Groupama arénába, hogy Fülöp Mártonra emlékezve a zöld-fehér históriában elmélyült diákoknak szurkoljanak. Az országos vetélkedő döntőjébe 10, egyenként 2 fős csapat jutott. Dénes Tamás, sporttörténész mondta mindenről. Én mindenképpen történelmének minősíteném 2 aspektusból is. Az egyik az, hogy hát nyilván a futball történelemmel foglalkozni az mindig nagyszerű dolog, és én nagyon boldog vagyok mindig, amikor a gyerekek a magyar futball történetével foglalkoznak. Egyébként meggyőződésem, hogy a 20. és lassan a 21. századnak is már egy jelentős része mögöttünk, már bele is gondolunk, hogy az 1/5 évmától vagyunk, nem írható meg a futball története nélkül. Bizonyos értelemben hatással voltak a futball történése és a történelemre, a magyar történelemre. A másik pedig az, hogy hát mégis a Ferencváros Magyarország legnépszerűbb és leggazdagabb történettel rendelkező klubja, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy a gyerekek is megismerkedjenek a Ferencváros történetével. Hogyha jól belegondolunk, akkor itt egy olyan helyen állunk a Groupama Arena egyik helyiségében, amely valójában az utódja nagyon sok mindennek. Miből nőtt ez ki? 1911-ben nyitották meg az Ülőjúti stadiont, vagy adták át az Ülőjúti stadiont, ami akkor Európa egyik legmodernebb stadionja volt. Egy évvel később az MTK is kapott egy stadiont, és ez a kettő adta együtt azt, hogy az 1910-es években a magyar válogatott nézettsége volt a kontinens ellenek nagyobb. De a klubmérkőzéseknek is szép közönsége volt. A Ferencváros stadion pedig tényleg remek mérkőzéseket fogadott magába. Részben ugye az az Ülőjúti pálya, amelyet aztán a 60-as évek 1963-ban lebontottak, és utána 1974-ben átadták az új stadion, amely aztán később Albert stadion lett, és ennek a helyén épült fel a Groupama Arena. Hogyha magát a labdarúgást nézzük, akkor visszatekintve a régi időkre, milyen fejlődésen ment keresztül a Fradi, amelynek a történetét itt a diákok majd elemezgetik? Nagyon érdekes és jó kérdés, mert ha azt tesszük, hogy a Ferencváros ez rögtön a kezdetektől kezdve meghatározó klubja volt a magyar labdarúgásnak, ugye hát a Fradi szurkolók számára egy nagy fájdalom, amikor kizárták az első osztályból a csapatot, ezt leszámítva soha nem esett ki, tehát mindig az első osztály része volt. Ilyen értelemben van egy kontinuitás. Olyan értelemben pedig hát egy másfajta helyzet van, hogy nyilván a társadalmi bázist, a játékosok társadalmi bázisát, a magyarok arányát tekintve sok változás történt az elmúlt lassan évszázadot mondanék, hiszen ugye 1901-es bajnokságban már a Ferencváros részt vett, tehát az most már 122 éve. A kezdetén a futball az amatőrizmus időszakában a középosztály vagy az egyetemisták sportága volt, hát ehhez képest most már azért jó messzire jutottunk, de öröm az a Ferencváros szurkolói számára, hogy a Fradi mindig meghatározó tényező. Egyébként a mostani időszak, ugye a 2023-2024-es bajnokságot éljük és írjuk, hogyha olyan szempontból is futball történt, tehát a Ferencváros szempontjából, hogy az eddigi rekord, az ugye az 1908-13-ig szerzett 5 bajnoki cím, most is 5 sorozatban megnyert bajnoki címnél, tehát a Ferencváros, tehát egy újabb bajnoki cím egy klubrekordot jelentene. A nagy egyéniségek sorában, ha nem is a teljesség igényével, de néhány ember eszedbe jut, hogyha így a korszakokra gondolsz? Én is azt gondolom, hogy érdemes korszakolni, mert hát minden korszaknak megvoltak, minden évtizednek megvoltak a nagy-nagy ferencvárosi klasszisai. Azt gondolom, hogy Schlosser Imre nevével kell kezdeni, aki a maga korában Európa legjobb gólszerzője volt, akadt 3 olyan év az első évtized fordulóján a múlt században, amikor Európában senki nem szerzett nála több gólt. Utána következett mondjuk a profi korszak, amelyben a tébetis csatársor vezérletével a Fradi, ugye Uruguayban legyőzte az akkori 2-szeres olimpiai bajnok egy éve később világbajnok uruguayi válogatottat, Táncos, Takács, Toldi, Turai és Kohut volt a végén tébetis az 5. a csatársorban. De hát aztán jött a 30-as évek a világbajnok ezüstérmes csapatnak, ferencvárosi sztárjai voltak, a Sárosi György vagy Lázár Gyula neve feltétlenül az érre kívánkozik. Az 50-es évek egy más aspektusból volt érdekes, de még a 40-es éveket kéne hagyjam, amikor a Ferencváros 1948-49-ben történt egyik legjobb csapatával nyert bajnoki címet, és ugye
a Budai Kettő Kocsis, Deák Mészáros, Szibor támadósort mindenkinek legjobbjai között emlegetik, nem csak a Ferencváros kapcsán, hanem az egész magyar labdarúgásban. Ezt a csapatot szedte szét aztán a történelem, és aztán jött a 60-as évek, amikor hát talán már, ha nem is a gyerekeknek, de a gyerekek édesapjai vagy nagyapjai számára ez már egy foghatóbb közelebbi időszak, Albert Florjánnal, Varga Zoltánnal, Rákosi Gyulával, Géci Istvánnal, vagy Juhász Istvánnal, Géci István és Juhász István az a két játékos, aki a legtöbb kupadöntő, nemzetközi kupadöntőn játszott a Ferencváros történetében. És hát akkor eljutunk a máig a nyilas-érvedi féle korszak, még a 70-es évekből, majd a mostani időszak, amikor Lipcsei Pétertől kezdődve, a már én felnőtt koromra vonatkoztatva a 90-es évek, és itt vagyunk a mánál, amikor mondjuk Gyibusz Nénest, Varga Barnabás, Botka Endrét vagy Sigér Dávidot emelném ki a magyar játékosok közül. Gundel Takács Gábor játékmester bemutatta a megjelent élő legendákat, így a 85 éves Rákosi Gyulát, aki így idézte föl az egyik nagy csapatot. Rákosi Gyula 41-szeres válogatott, Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai bronzérmes, az FTC örökös bajnoka, 322 meccsen 63 gól, 4-szeres bajnok, az UEFA kupában elődöntős, a BEC-ben negyeddöntős, nemrégiben ünnepelte a 85. születésnapját. Gyula bátyám, egy pillanatra, hogyha ide lépnél mellém, és egy olyan korszakról beszélnél, és olyan játékosokról beszélnél, amit hát mi nem ismerhetünk. Egyrészt, ugye milyen volt abban az időben Ferencváros játékosnak lenni, és itt most a szocializmusról beszélek, amikor hát nem a Fradi volt a kedvenc csapata az államnak, mert ha jól tudjuk, akkor Kádár Vasas szurkoló volt, az Újpest a belügyminisztériumé volt, a Honvéd a hadseregé, a Fradi meg a népé. Édoszé. Hát Édosz, igen. Szóval milyen volt Fradi játékosnak lenni azokban az években? Egy kicsit nehéz volt, nem csak a pályán kellett megküzdeni, hanem a pályán kívül is. Hát sokszor keresztbe tettek, de olyan jó csapatunk volt, hogy nehéz volt keresztbe tenni. Mivel próbáltak a pályán kívül, ugye volt, akinek el kellett menni a csapatból, szóval ez mit jelentett? Nem, a bíróelvtársakat úgy bekerítették, hogy segítsen. Nem volt mindegy, hogy 20 méterről volt, vagy 25-ről volt nekünk szabadrugásuk, a ellenfélnek meg esetleg csak 16-ról. Hát jó, de ezt ugye olyan fantasztikus játékosok tudták kompenzálni, mint akár te, akár Albert, vagy a többiek. Hogy emlékszel arra a csapatra? Hát úgy kezdeném, hogy először az Albert, a Varga, aztán sokan még többen, aztán jövünk mi. Úgy emlékszem vissza, hogy csodálatos játékostársak voltak, öröm volt köztük játszani, és amikor az eredmény még bizonytalan volt, akkor minden nagyon lelkesen hajtott, mikor már lehetett színezni a játékot, akkor Varga Zoli, az Albert elkezdték színezni. Az akkor az egy élmény volt abban a csapatban játszani? Mindig élmény a Ferencvárosban játszani. Hát ez egy csodálatos mondat. Még egy mondat a mai Fradiról, hogy tetszik? Hát ha győznek, tetszik. Ha nem győznek, akkor mérges vagyok rájuk. Ennyi. Gyula bácsi, csak nemrégiben ünnepelt a születésnapját, csak azért nem árulom el, hogy hanyadikat, mert ez majd kérdés lesz attól. Azért az már valaki, amikor valaki kérdésé válik valamilyen fajta vetélkedőben. Gyula bácsi, köszönöm szépen, további jó egészséget kívánok, és örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Nyilasi Tiborhoz így szólt a kérdés. Szerinted könnyű egy olyan vetélkedő, ami a Ferencvárossal foglalkozik? A Fradiról mindenki tud mindent. Nagyon nehéz, mert a mai világban már egyre kopik a Fradi történelme, egyáltalán a magyar futball történetének a megismerése, és nagyon örülök, hogy ezek a fiatal srácok itt vannak, és búvárkodnak a magyar futball történéseiben, és most ugye a Fradi történéseiben. Kíváncsi lennék, hogy ha feltennék egy kérdést nekik, ki tudna válaszolni rá, mert mindenki mondja, hogy nagyon profi, nagyon felkészültek. Ha valamelyikötök tudja, hogy ki... Majdnem kimondtam a nevét, hogy ki volt az első magyar gólkirály. Annak én adnék 5 bónuszpontot, ami egyébként érvénytelen, de azért adnék neki. Nem. Hát lehet, hogy ezt az 5 pontot is a zsűri kapja? Mannó Miltiádész volt. Neked nagyon kedves, mert az egy évvel ezelőtt is megemlítetted az ő nevét, Mannó Miltiádész. Azért, mert gyerekkoromban, amikor ilyen fiatal, sőt még fiatalabb voltam, gomfociztam, bármilyen hihetetlen, gomfon négykézláb másztam a lakótelep lépcsőházába a linoleumon, és előtte megnéztem a szabálykönyvet, és volt egy Sós Gábor, vagy Sós András, azt hiszem, aki a gomfutball, egy zöld, kis zöld könyvecske, amiben a szabályokat leírta, és bevezetőjében Mannó Miltiádész nevét említette. És azóta itt vagánykodom, hogy én ezt tudom, sőt olyannyira, hogy a Fradinak a legnagyobb történésze, Nagy Béla, Isten nyugosztója szegényt, akinek a
aki ugye az új generáció ápolja az ő emlékét és fradizmusát, ő se tudta a választ, úgyhogy minden évben próbálkozok, de hát aztán majd rá kell jönnöm, hogy előbb-utóbb valaki fogja tudni, de hát nem akarom szaporítani a szót ezzel, mert itt a nagy izgalmak már benne vannak a srácokban. Köszönöm szépen, Nyilasi Tibor, a Ferencváros örökös bajnoka. Fülöp Ferenc Márton édesapja, az alapítvány elnöke köszönetet mondott a Ferencváros vezetőinek, és izgalmas döntőt ígért. Én ezúton szeretném megköszönni a Ferencvárosnak azt a támogató hozzáállását, amivel az első ötletünk után ők hozzáálltak a mai rendezvény lebonyolításához. Itt Kovatov Gábor elnök úr, Nyíl Zoltán elnök úr, Orosz Pál vezérigazgató úr, Hajnal Tomi, mindannyian azonnal a és egyből a kezdeményezésünk mögé álltak, és a kérdés csak az volt, hogy mit kérünk tőlük. Tehát amit kiejthetünk a szánkon, mindent azonnal teljesítettek, mögénk álltak, és köszönjük, hogy ezt a gyönyörű helyszínt biztosították arra, hogy ezt a mai vetélkedőt lebonyolítsuk. Én külön köszöntöm a megjelent csapatokat, gratulálok, hogy a döntőbe kerültek. Egy nagyon magas színvonalú döntőt fogunk látni, hiszen a selejtezők során a 10. helyzet csapat is 92%-os eredményt ért el. Úgyhogy nem szaporítanám a szót, nagyon sok sikert kívánok a fiatal embereknek a mai versenyhez, szerepeljetek jól, győzzön a Jobbik, és a megjelenteknek pedig nagyon jó szórakozást kívánok a mai eseményhez. Az előzményeket Fülöpné Benjamin Gabriella, Márton édesanyja idézte föl. Hát fantasztikus érzés a Fradi pályán részt venni ezen a megmérettetésen. A fiúkat nézve nagyon boldogok, mezeket kaptak a Fraditól, egy csomó ajándékot fognak kapni a Fraditól, az MLS-től, tőlünk, úgyhogy én abban bízom, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Ez a gondolat, amit magként elvetettetek, és aztán szárba szökkent, ez így az utóbbi néhány hónapban hogyan alakult, hogyan fejlődött, mi történt? Hát a Sanyi, Mennyhárt Sanyi volt a kitalálója ennek, ezt tavaly is említettük. Az az igazság, hogy olyan témát kerestünk, ami népszerű Magyarországon. Ugye a legnépszerűbb magyar klub a Fradi. Mi nekünk barátaink játszottak itt, a vezetők között is jó kapcsolatunk, a táporunk. Úgyhogy ezt találtuk ki most idénre. Úgyhogy nagyon nagy segítséget kaptunk. Már az, hogy a helyet biztosítják nekünk, az is egy nagyon nagy dolog. A tavalyi első ilyen történeti, labdarúgás történeti vetélkedő után volt aztán még valamilyen visszajelzés a legénykékről, ifjakról, akik versenyeztek, nyertek? Hát rengeteg köszönő üzenetet kaptunk a Facebookon, e-mailben, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek a megmérettetésnek. A Fradit Hajnal Tamás sportigazgató képviselte a vetélkedőn. Te Fülöp Marcival nagyon sok meccset játszottál együtt a válogatottban. Nagyon jól ismerted Marcit. Hogy él benned? Hát igen, még továbbra is nagyon élénken él bennem az ő emléke, és nagyon jó ezeket a képeket is látni, tényleg erőtől duzzadva, egy olyan kapus volt ő tényleg, akire mindig számíthatott a csapat, tudtuk, hogy egy olyan személy van mögöttünk, aki biztonságot, aki stabilitást ad nekünk. Mindig a csapat érdekeit helyezte előtérbe, ami nagyon fontos, és egy hihetetlenül motivált, céltudatos személy volt, ugye fiatalon kikerült ő is külföldre, tényleg több állomáson keresztül dolgozta fel magát, aztán arra a szintre, hogy ugye Premier League-ben, ugye, ami a legerősebb bajnokság a világon tudott teljesíteni. Úgyhogy szerintem ő nagyon sokak számára egy igazi példakép, és nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ilyen korán kellett távoznia közülünk, de a szellemisége továbbra is ott él bennünk. Lipcsei Péter a Fradi szívről beszélt. Meg tudod fogalmazni az érzéseidet a Fradival kapcsolatosan? Hogyne, először is én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Természetesen 18 évesen játszottam a Kazincz Barcikában, leérettségiztem, és ott volt egy osztályozó mérkőzés a Honvéddal, és azon a mérkőzésen, főleg az első mérkőzésen itt kikaptunk 1-0-ra, és hát Nyilasi Tibi ott ült azon a mérkőzésen, bár úgy hallottam itt az anekdotákból, hogy ő már elment volna a lóversenyre, mert azt mondta, hogy hagyjuk már ezt a meccset, és ott jól ment a játék, és a visszavágón természetesen, amikor 2-2 lett a Honvéddal, ott is jól ment a játék, és utána pedig megtörtént az üzlet, Magyar Zoli bácsi lejött, és megkötöttük a szerződést, és hát azóta
Ferencváros színeiben vagyok. Úgyis a Ferencváros színeiben vagy, hogy 2017 óta ugye a Soroksár edzője vagy, de hát ugye az egy fradi kötődésű csapat. Most már teljesen zöld a, nem is tudom, hogy a Kazincbarcikának mik a csapat színei, de nem zöld, úgy emlékszem. Kék-sárga. Kék-sárga. De hát most ezt el kell mondanom, hogy soha nem titkoltam, ugyebár, hogy én vasasszurkoló voltam, és hát ott pont mellettem lévő kis Laci Bájéknak szurkoltam, de ugyebár amikor leigazott a Ferencváros, akkor ez teljesen más lett az életem, úgyhogy most már zöldbe vagyok, és hát természetesen most a Fradis fiók csapatánál vagyok edző, a Soroksárnál. György István államtitkár kőbányai, de korán lett fradista is. A kőbánya név számomra a szívemhez nőtt, és természetesen a Ferencváros is, hiszen nagypapám fradi drukkerként már pici gyerekkoromban belém oltott a fradi szeretetét. Na és amikor tudok, itt vagyok a meccseken, de nem mernék beülni most a versenyzők közé, mert azt hiszem, hogy nem tudnék olyan eredményt elérni ezen a versenyen, mint ők. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek. Köszönöm a szülőknek is, hiszen az ő révükön alakul a barátság, és alakult a kötődés a Lefi cukrászda lévén, és még egyszer csak a legnagyobb tisztelet hangján tudok szólni, a kegyelet hangján Fülöp Mártonról és mindenki előtt, akik itt óriási teljesítményt tettek le futballlegendákként a magyarok nagy örömére, és a fiataloknak pedig azt, hogy a sport révén és a szellemi teljesítmény révén érjék el azt, amit elkívánnak érni, és a legszebb álmaikat is meg tudják valósítani. Kőbánya polgármestere Dékovács Róbert Antal is szóra emelkedett. Mi a Ferencvárost kőbányainak is tekintjük. Kőbányainak, hiszen Kőbányán élik a fradi sportolói, sok esetben akár a mindennapjaikat. Én ott laktam a Népliget közelében hosszabb ideig, és jól tudtam követni az erkélyről azokat az edzéseket, hol fölkészültek a sportolók. Na de, máshová fordítva a szót, tehát a legzöldebb kerület, Kőbánya örömmel támogatja ezt a vetélkedőt, hiszen azt gondolom, hogy a személyes példamutatás, a személyes példállítás az mindig nagyon-nagyon fontos, akár a futball ikonokon keresztül, akár pedig Fülöp Marci tiszteletén keresztül. Azt gondolom, hogy a család a lehető legjobb utat választotta, amikor egy olyan élő, hosszú időn keresztül élő szeretetet mutat be, és a pálya követését, ahol mindig fölbukkan a szívünkben Fülöp Marci. A Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese Péter Fé Balázs is nagyra értékelte a vetélkedőt. Mindenki, aki most ezt a versenyt támogatta, ha úgy tetszik, akkor egy olyan jövőbe, olyan fiataloknak a jövőjébe fektetett be munkát, energiát, forrást, ami biztosan mind nekik, mind a Szűkepátriának, mind pedig ennek az országnak nyereségre fog válni. És hát többen említették már, én is csak a példamutatást tudom most kiemelni. Ugye az oktatásnak mindig két nagy csoportja van. Az egyik, amikor valamilyen képességeket, készségeket fejlesztünk, tudást adunk, amiről most majd itt a jelenlévő fiatalok nem sokára számot adnak. És a másik lába pedig a nevelés, ami legalább olyan fontos, hanem még fontosabb. Hogyan lehet nevelni? Példákon keresztül. Fülöp Márton példáján keresztül. Azt, hogy küzdeni kell, hogy sosem adjuk föl, hogy mindig van egy cél, azt meg akarjuk valósítani, és ha elértük, akkor nem hátradőlünk, hanem keressük a következőt. A 20 diák ezek után már alig várta a Gundel Takács Gábor által tolmácsolt kérdéseket, amelyek záporoztak, és összesen 60 válaszsal lehetett pontokat gyűjteni. A győztes végül a KRK Sziládi Áron Református Gimnázium és Kollégium duója lett. Kis Attila Dezső és Magyar Dávid a Prison FC Fantázia nevű csapattal aratott babért. Nagyszerű érzés, nem tudom egyszerűen leírni szavakkal. Ugyanezt tudom csak mondani, ismétlem Attila szavait, csodálatos érzés. Hogy kerültetek ebbe a versenybe? Én már 3 éve is, amikor legelőször volt megrendezve, még online térbe indultam egy másik csapattal, akkor még 3 fős volt, illetve tavaly a Dáviddal is indultunk ezen a versenyen, és hát a tanáraink, a felkészítő tanáraink úgy gondolták, hogy idén is meghirdették, és idén is el szeretnének indítani minket.
A Fradiról korábban is ilyen mély ismeretekkel rendelkeztetek, vagy most lett ilyen? Igazából mindig is foglalkoztatott a magyar futball, de ez a vetélkedő bírt rá arra, hogy egyre inkább aktívan foglalkozzak a történelmével egyes kluboknak, akár a Ferencvárosnak is. Mi volt a módszeretek tanulási? Hát leginkább átolvastuk először is a fájt, amit küldtek, a könyvet. Aztán pedig a Dávid, de közösen, de inkább ő kijegyzetelte a fontosabb témákat. Ez honnan jött, ez a jegyzetelési módszer? Kitaláltam. Úgy tartottam, hogy ez elég hatékony lesz, és igazam lett. A tanár, felkészítő tanár neve? Tóth Ferenc tanár úr és Keresztúri Attila. Mennyhárt Sándor, a vetélkedő főmotorja fette föl a kérdések hátterét. Mi volt a véleményed a csapatokról? Hát voltak kiemelkedő felkészültség csapatok, meg tulajdonképpen ez egy adottság is, aki egy ilyen versenyen tud szerepelni. Tehát rá kell érezni a versenygépnek a taktikájára. Bátornak kell lenni, kockáztatni kell, gondolkodni kell. Tehát itt a gyerekek mind belecsöppentek ebbe a játékgépes rendszerbe, és hát volt, aki ügyesen tudott alkalmazkodni. Ugye a három csapat lett a leggyorsabban alkalmazkodni. A kérdéseket hogy hoztátok össze? Tényleg a Ferencvárosi Múzeum, Fradi Múzeum nagyon sokat segített, megadta a forrást, és hát a kollégák, ez pedagógiai munka, nekiültünk és elkezdtük nézegetni a témaköröket, hogy érdekes legyen, élvezetes legyen, csoportosítottuk nehézség szerint, témák szerint, tehát ugye egy jó kis munka volt. Tobak Csabától, a Fradi Múzeum vezetőjétől indult tehát a kérdés ezen. Amikor Fülöp Márton édesapja, ugye Fülöp Ferenc, illetve Mennyhárt Sándor úr megkereste a Ferencvárost, akkor ugye Orosz Pál, a Hajnal Tamással, Gera Zoltánnal ott voltunk ugye a sajtótájékoztatón, és azonnal igen mondott a Ferencváros erre a kezdeményezésre. Mi sem volt természetesebb, hogy a Ferencváros részt kíván venni, ugye Marci emlékének ápolásában. Ugye ez egy ilyen, ha szabad úgy fogalmaznom, egy misszió is, ugye a Fradi, most éppen a Fradi történetéről szólt ugye ez a vetélkedő. Nekünk ez egy misszió, hogy minél többen megismerjék a Ferencváros 125 esztendejének legendás eredményeit, eseményeit, szereplőit, és azt gondoltuk, hogy akkor összekötjük a kellemesre, és akkor egy Fradi tematikájú vetélkedőt szervezünk. A kérdéseket ugye mi a kollégáimmal állítottuk össze. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a fiatalok tényleg nagyon lelkiismeretesen felkészültek. Olyan neveket hallottam tizenévesek sztájából, ami azért viszonylag ritka. Nagyon remélem, hogy ezen az úton követik a fradizmust, a Fradi eredményeket és a Fradi történelmét. Amikor a kérdéseket összeállítottátok, benneteket, szakértőket ért meglepetés? Őszintén megmondom, hogy nem, tehát próbáltunk, sőt, inkább abból a szempontból voltunk nehéz helyzetben, hogy volt egy-két olyan kérdés számunkra, ugye, ami teljesen egyértelmű, akár a kutatásaink része, akár a ismert történelem része, de úgy voltunk, hogy túl nehezek, tehát egy picit néha könnyítettünk, mert azért így is benne maradt egy olyan, hogy hanyadik kupagyőzelem volt az adott évben megszerzett, a 14. mondjuk volt a helyes válasz. Ezek valóban azért már ilyen középsúlyos nehéz kérdések, úgyhogy próbáltuk emészhetővé formálni a kérdéseket, hogy mindenkinek megfeleljen. Végül is azokkal a válaszokkal, meg egyáltalán a versenyzők tudásával, amit itt tapasztaltatok, meg voltál elégedve? Igen, nagyon, hiszen olyan neveket, mint Toldi Géza, Blum Zoltán, Schlosser Imre, Springer doktor alapítónk, ugye olyan neveket vágtak rá kapásból, sokszor a kérdés meg sem várva, ami azért tényleg dicséretükre válik, úgyhogy mindenkinek szívből gratulálok, és mindenkit szeretnék megdicsérni, és csak így tovább, és ha már mint a múzeum vezetője képviselem a Ferencvárost, akkor felajánlom természetesen minden társaságnak, minden csapatnak, hogy jöjjenek be a Fradi Múzeumba, és újabb sztorikkal, újabb és újabb történetekkel gazdagítatják a tudásukat. Nos, alig hanem ezek után igazán várható, hogy folytatás következik.